A Budafok csapata ugye egy kulcsembere nélkül jött el ma. Ezzel együtt, ugye, mint minden csapatban egy-egy kulcsember hiánya a energiákat szabadít fel az ott lévőkbe. Úgy gondolom, ma elképzelhető, hogy jobban játszott a Budafok a kulcsembere nélkül, mint ahogy játszott volna. Mi belekényelmesedtünk abszolút a dologba, és sajnos a mérkőzés azt mutatta, és ezzel engem cáfol meg a gyerekek előtt, hogy ilyen védekezéssel is tudunk nyerni, mert az ellenfél is hasonlóan védekezik, és végül túldobjuk őket. Hát ez sajnos néha bebizonyosodik, úgyhogy ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez más ellen nem lesz elég. Ez hatványozottan igaz volt. Az első fél időben szégyenletesen védekeztünk. A második fél időben egy kicsit följavultunk. És ami a legfontosabb, hogy megszereztük a győzelmet, bár nem vagyok elégedett, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy elégedett akarok lenni a szezonnak ezen szakaszában. Úgyhogy inkább most elégedetlenkedem. Mire számítasz a Honvéd ellen? Arra számítok, hogy nagyon agresszívan nekünk fognak esni az elején, és ha ezt sikerül visszaverni és ott keményen védekezni, akkor mi fogjuk nyerni a mérkőzést. Hogyha nem, akkor lendületből a Honvéd előnyt fog szerezni, ami után idegenben nagyon nehéz lesz nekünk utána menni.